Sziasztok, szép napot mindenkinek! Szeretnélek titeket meginvitálni a kiskertembe. Gyertek! Képzeljétek el, hogy nemrégiben a Garnier sajtótájékoztatóján jártam, ahol bemutatták nekünk az új termékcsaládot, ami nem más, mint a Garnier Bio. Ez azért különleges, mert egy nagyon-nagyon természetes kis családról van szó. Az én fülemnek kedves összetevőket tartalmaz búzavirág, rozmarin, levendula, citromfű, argánolaj, hát már sorolni is olyan, hogy szinte érzem az illatát, és látom ezeket a növényeket. És hogyha megnézzük, akkor maga a termékcsalád is nagyon jól néz ki, sőt a legtöbb csomagolás egyébként újrahasznosított műanyagból is készült, abszolút vegán, és mindegyik termék organikus minősítésű. Az én kedvencem egyébként ez a búzavirágos micellás arclemosó, ebből látszik, hogy elég sokat is használtam már, illetve a másik, ez a levendulás arcolaj, mind a kettőt imádom, és az összes többit is egyébként tesztelgetem. Ami nagyon tetszett nekem a sajtótájékoztatón, az az volt, hogy maga a helyszín is egy ilyen nagyon nyugodt hely volt, tele volt növényekkel, virágokkal, sőt a szervezők még extra növényeket is hoztak, volt ott mindenféle az alapanyagok közül, levendula például, rozmarin, és volt egy egész ilyen kis kertecske is, különböző fűszernövényekből, és hát ezt nagyon megirigyeltem, és nagyon szeretnék én is készíteni magamnak egy ilyet, úgyhogy ez fog következni. Itt van előttem minden, amire szükségem lesz, bazsalikom, snidling, petrezselyem, mindegyiket imádom, illetve, hogyha megnézitek, akkor vannak itt még ilyen kis teás dobozkák, amik szintén nagyon jó pofák, és hát egy ideje már ott állnak a polcon. Sajnáltam volna kidobni őket, viszont túl sok funkciójuk meg nem volt, de végre rájöttem, hogy mit fogok belőlük csinálni, és ahogy egy picit inspirálódtam a neten, szétnéztem a Pinteresten, akkor láttam elég sok olyan képet, hogy ilyen kis dobozkákba ültetnek bele fűszernövényeket, és akkor jöttem rá, hogy én is ezt fogom csinálni. Lássunk is hozzá! El is készültem a kicsikékkel, íme, szerintem nagyon-nagyon jól mutatnak, még egy piros dobozra egyszer szükségem lesz. Egy nagyon fontos dolog van még, hogyha szeretnétek, hogy a kis növényetek nagyon sokáig éljen, akkor nyugodtan az aljára fúrjatok egy-két kis lyukat, hogy tudjátok öntözni, mivel én tudom, hogy kb. Ez két vacsorára elegendő nálam, és utána el is fog fogyni, most ezzel nem fogok bajlódni, de fontos, hogy erre előre gondoljatok. Remélem, hogy tetszett ez a praktika, és hogy legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!